szabadulna a Jobbik vezetése Novák előttől. A Magyar Nemzet szerint a pártban egyre többen tartják túl megosztónak az alelnököt, ez pedig keresztbe tesz a Jobbik néppártosodásának. Részletek Filipov Gábortól. Novák előd is úgy nyilatkozott, lehetnek ellenlábasai a pártban, emellett viszont hangsúlyozta a Vona Gáborral fennálló jó kapcsolatát. Az alelnök nyilatkozataiban, a Facebook bejegyzéseiben rendre kritizálja a Jobbik néppártosodását, azt minősítette már elvtelenségnek, és szerinte a folyamat vadhajtásait le kell nyesegetni. Novák előddel kapcsolatban rendre fölmerül, hogy titokban szerkesztője a jogellenesen működő rasszista és antiszemita Kuruc infóportálnak, amely a Jobbikhoz köthető legszélsőségesebb véleményeket közvetíti. A parlamentben többször megvonták már tőle a szót cigányozás miatt, rendszeresen emlegeti a holokausztipart, de büntetést is kellett már fizetnie, amiért egy bizottsági ülésen a szocialista politikusokat szocionista tolvajokként emlegette, az ATV egyik műsorvezetőjét pedig lecionistázta. A Jobbik 2013 óta igyekszik mérsékeltebb pártként megjelenni, így próbál túlnőni a hagyományos szélső jobboldali szavazók körén, hogy a Fidesz váltópártja lehessen. A sikeres szélső jobboldali pártok Európa szerte hasonló utat jártak be. A legismertebb példa a francia Nemzeti Front. A párt 2011-ben megválasztott elnöke Marine Le Pen nyitott a nők, a zsidók, sőt a melegek felé is. Az új pártelnök a siker érdekében még saját apjával, a Nemzeti Frontot megalapító, holokauszt tagadó és antiszemita nézeteiről híres Jean-Marie Le Pennel is vállalta a harcot. Marine Le Pen visszavonulásra szólította fel az apját, és a párttagságát is felfüggesztette. Az idős politikus válaszul kitagadta a lányát, akiről azt állította, hogy a halálát kívánja. A párt viszont sok szavazót nyert az új stratégiával.